van az embernek sok a szívébe, meg a saját szavaival is ki tudja fejezni az imádatát és a szeretetét az Úr felé, de meg fogja hálálni ezt az időt. Amik a legnagyobb a problémánk, és akkor a legnehezebben menni az Úr jelenlétében, mert úgy érzed, hogy zaklatott vagy, stresszes állapotban vagy. Néhányan nagyon frusztráltak vagytok, és nagyon stresszesek. Pontosan ilyenkor kellene bemenni, és csendességbe az Úrra várni egy picit, és az Úrral a kapcsolatunkat felélénkíteni. Azt ajánlom a kezdőknek, akik bemennek az Úr jelenlétébe, hogy a zsoltárokat nyissák ki, és a zsoltárokból lehet, hogy még nem tudsz úgy, nem tudod, hogy hogyan mondjad el az Úrnak, hogy mennyire szereted. Már egyszerű szavakkal is megérti az Úr, hogy mennyire szeretjük őt, hogy mennyire tiszteljük, hogy mennyire fontos nekünk. Természetesen fontos a család, fontos a környezet, de hát az Úr az első mégiscsak az életünkben, és ő nem ossza meg a dicsőséget mással. Tehát bemegyünk egy kicsit az Úr jelenlétébe, és azt ajánlom a kezdőknek, hogy a zsoltárokból keres olyan igéket, amely Isten dicséri, amely őróla szól, akár itt a 27-es zsoltárok, ugye az Úr az én világosságom, az üdvösségem. Kitől féljek? Tehát ne félj a családtól. Ne félj attól, hogy a munkádat elveszted. És az én életem erőssége, hogy kitől remegjek, még ha gonoszok is jönnek ellenem, hogy a szorongatóim, ellenségeim. Isten azt mondja, hogy fel fog emelni, mert ő az erőnk, a pajzsunk, mert ő benne bízik a szívünk, és ő megsegít, és örvendez a szívünk. Ugye az Úr az ő népének ereje, és az ő felkenkének megtartó erőssége. Na hát menjünk egy kicsit, dicsérjük az Urat, és most azokat plántáld ki magadból, hogy most te kitől félsz. Ezt határozd el, hogy többet nem akarsz félni. A férjedtől, a feleségedtől, a gyerekedtől. Ha legalább már félsz tőlük, akkor meg kell vizsgálni, hogy miért. Hisz a szeretetben nincs félelem. A teljes szeretet kiűzi a félelmet. A félelem gyötrelemmel jár, és miért kéne gyötrődni, miért kéne félni? Nyilván akkor a te szeretet út hibázik. Azért mondom, amikor stresszes vagy, és a legrosszabb állapod, hogy akkor a legjobb bemenni az Úr csendességébe, lecsendesedni, hogy megnyugodjon a szívünk, az elménk, és egy kis időt tölteni. Lehet, nem órákat, nem napokat. Csukjuk be a szemünket, és egy kicsit dicsérni fogjuk most az Urat. Halleluja! Halleluja, Atya! Ó, dicsérünk, Uram, magasztalunk, bemegyünk a szent jelenlétedbe. Köszönöm neked, édes Úr. Azt mondod az igédben, hogy jöjjetek hozzám, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugasztlak titeket. Uram, te azt ígérted, hogy nyugalmat, békét találok nálad. Édes Úr, köszönjük a te természet feletti erődet, a te természet feletti békességedet, a te nyugalmad vegyen körül, Uram, amikor ellenségeink örtálnak körülöttünk. A te nyugalmad, a te békéd, Uram, mert a te vagy a békesség fejedelme. Ma téged kereslek, ma néked hódolok és imádlak, Uram, és keresem az arcodat. Igen, Uram, szeretlek teljes szívemből, teljes elmémből, és dicsérlek, és magasztallak, hogy a legjobbat hoztad elő, a legjobbat hozod elő, Uram, köszönjük ezt neked. Uram, dicsérünk és magasztalunk, hogy megsegítsz minket, megsegíted a családunkat, a mi életünket, Uram. Köszönöm neked, a te kezed, a te jobbod legyen rajtunk. Erősíts meg magadnak, Uram. Köszönjük a kegyelmedet. A nyomorúságban segítségül hívunk, Uram. Ó, kegyelem Istene, néked éneklek, és áldalak téged, Uram. Áldja mindenki az Urat, minden serege. Köszönöm, Uram, a jelenlétedben meg tudok pihenni, és fel tudok emelkedni minden helyzet, és minden körülmény fölé. Érints meg, Uram, a te erőddel, a te nyugalmaddal, a te békességeddel, menjenek el a rossz gondolataim, Uram. A te jelenlétedben békesség, a te jelenlétedben megnyugvás van, Uram. Imádlak és szeretlek. És nem csak azért, mert ez az első parancsolat ígérettel. Köszönjük, hogy kihoztál az ördög tőréből, kihoztál a nehézségből, a pokolból, a sötétségből. Köszönjük, Uram, hogy örök életünk van, hogy menetelünk van az Atyához. Hálát adok, Uram, és dicséretet. Drága Úr Jézus, neked éneklek zsoltárokkal, és elbeszélem minden csodatételedet. Köszönöm a gyermekeimet, köszönöm a családomat, köszönöm a gyülekezetet. Uram Istenem, köszönjük az életünket.
Nem engedett, hogy valaki nyomorgasson minket, még a királyokat is megfenyített. Édes Úr, a Te igéd csodálatos. Köszönjük, Uram, hogy gyönyörködhetünk az igédben, mint aki nagy nyerességet talált. Menedékünk, pajzsunk vagy, Uram, és Te vagy a lábunk szövetnéke. Köszönjük, Uram, hogy a Te jelenlétedben megpihenhetünk, hogy felüdülhetünk, Uram, alázatosan, Uram, a Te csodálatos szavadat, a Te csodálatos nevedet, és mindazt, ami Te vagy, Uram. És kijelentjük a menny, a fokkal és a föld felé, hogy szeretünk, és imádunk, és meghalljunk előtted, Uram. Köszönjük, Uram, mindazt, amit bevégzel az életünkbe, a családunk, a nemzetünk életébe. Köszönjük, édes Úr, a jelenlétedet. Köszönjük, hogy ebben a jelenlétben béke van, hogy öröm van, hogy fenség van, hogy dicsőség van, hogy nyugalom van, Uram, a Te szerelmedet, a szeretetedet visszük ki a világnak, mert veled töltöttünk időt, Uram, mert Te bennünk vagy, bennünk van a Szent Szellem, és bennünk van az örök élet. Köszönjük, Uram, a fiút, aki elvezet az igazságra, aki szabaddá tesz, és köszönöm ezt a gyönyörű jelenlétet, Atyám. Köszönöm, Uram, hogy megpihenhetek a jelenlétedbe, mert még ha halál árnyékának völgyébe járnák is, Te vigasztalsz mindig engem, a Te jelenlétedben biztonság van, a Te jelenlétedben békesség van, Uram. És amikor kimegyek a világba, akkor mindenki lássa, rám nézve, hogy Istennel együtt jártam, hogy Istennel együtt voltam. Köszönjük ezt a megkülönböztetést, édes Úr, meghajlunk ma a trónod előtt. És köszönjük neked, hogy példát lehetünk a szomszédainknak, a városunknak, a környezetünknek, a munkáinkba, a munkatársainknak. Köszönjük, Uram, ezt a nyugalmat. Köszönjük a békességet. A Te jelenlétedben béke van, Uram. Lehet, hogy mások szekerekbe, vagy lovakba bíznak, de mi az Úr Istenünkbe bízunk, Uram, és köszönjük ezt neked. Köszönjük, édes Úr, hálát adunk. Igen, Uram, szívünk szerint cselekszel velünk, és beteljesíted minden tanácsunkat. Tudom, hogy megsegítsz minket, és meghallgatsz a Te jelenlétedbe, a Szent Egeidből, a jobbot segítő erejében. Igen, Uram, azok, akik szekerekbe vagy lovakba bíznak, és mi az Úrnak, az Istenünknek nevéről emlékezünk ma meg, lehet, hogy ők meghanyatlanak és elesnek, de mi felkelünk és megállunk. Uram, segíts meg, és hallgass meg minket. Hadd énekeljünk neked, királyom, és zengedezzünk, mert Te szabadulást adsz nekünk. Megmentesz az ellenségeinktől, még az ellenünk felkelők fölött is felmagasztalsz. Az erőszakos emberektől megszabadítasz minket. Istenem, köszönjük, hogy felövezel minket erővel, és tökéletessé teszed az útjainkat, mert általad a táboron is átfutunk, Uram, és az én Istenem által a kőfalon is átugrunk. Hallja meg a király, Uram, az alázatos szívünket. Alázattal és tisztelettel járunk a trónod elé, Uram, és a Te szent jelenlétedbe köszönjük azt, amit bevégeztél eddig az életünkbe. És köszönjük, hogy felemeled a fejünket, a megfáradt testünket, Uram, megújítod, hogy felépítesz minket, mert neked minden nap megújul a kegyelmed az életünkben. Uram, a Te jelenlétedbe vagyunk, és elcsendesedünk. És kijelentjük a menny, a pokol és a föld felé, hogy imádunk. Szent Atyám, áldott legyen a Szent neved. És köszönjük a Szent Fiút, hogy ő bennünk van, és benned, és hogy egyek vagyunk örökre, ti bennetek. Hálát adok, Uram, és dicséretet. Dicsérlek, Uram. Köszönöm a közösséget, hogy a veletek való közösségünk hathatós a hit ügyébe. Köszönjük, édes Úr, hogy kitartunk. Köszönjük, Uram, a megváltást. És köszönjük, hogy a szent jelenlétedben megpihenhettünk. Mert csodálatos veled lenni. És veled járni, elkötelezzük magunkat, Uram, hogy időt fogunk tölteni veled. Mert veled lenni jó. A világ gondját letesszük. A stresszt letesszük. A félelmeket, az aggodalmakat, a kétségeket,
A szeretetben nincsenek meg ezek a gyötrelmes érzelmek. A szeretetben ott van a békesség, az öröm. A szeretet, amely soha el nem fogy, Atyám. Csodálatos a jelenléted. Érints meg ma minket. Még többet belőled, Uram, még többet, és a legkevesebbet az érzelmeinkből. És a testből többet a királyok királyától, az urak urától. A te igét vegyen hatalmat és erőt rajtunk és a családunkon. Ma dicsérünk, Uram. Nem feledkezünk el egyetlen jó téteményedről sem. Köszönjük a helyünket, köszönjük az igazságot, hogy megismerhettük. Köszönjük az életünket. Köszönöm, Uram, ezt a mai napot. Köszönöm, Uram, az éveink számát. Hálás a szívünk, Uram. Sokan meghanyatlottak, és mi felálltunk, és felkeltünk, és élünk, és dicsérhetünk. Köszönjük ezt neked, Uram. Hálás a szívünk. Ma térdet hajtunk előtted. A békesség fejedelme. A békesség fejedelmét trónra helyezzük a szívünkbe, az értelmünkbe, és az életünkbe. Igen, Uram, a békesség vezessen minket, és a szeretet. A szeretet, amely soha el nem fogy. Köszönjük, édes Úr! Köszönjük, köszönjük! Köszönjük, Uram, a szent jelenlétet. Köszönjük, édes Úr! Uram, megpihentünk a jelenlétedbe, és dicsérünk. Köszönjük, hogy a gyerekeknek jó szüleik vannak, jó papa, jó mama, hogy nem viszálykodnak a családok, a gyerekek is imádkoznak. Drága Jézuska, köszönjük a szüleinket, köszönjük, hogy áldott a házasság, köszönjük, hogy megadnak nekünk, amire szükségünk van. Köszönjük, drága Jézus! Köszönjük, Uram, hogy formálsz minket, hogy tízszerte okosabbak legyünk, hogy kiemelkedjünk az iskolába. Köszönjük, Uram, nem csak a gyermekeket, a férjeket, a feleségeket, a jelenlévőket, a gyerekeket, a fiatalokat, a házasokat, a barátokat, az egyedülállókat. Édes Úr, ma összekötöttük magunkat veled, és odaszántuk magunkat. Olyanná akarunk válni, mint te. Nincs semmink, amit ne adtál volna. És te fogod adni az előrelépést, te fogod adni a megoldást, te fogod adni a választ. És mi ezért dicsérünk és magasztalunk. Uram, ma oda szántuk magunkat. És keressünk, Uram. Keressük az arcodat. És változtass el minket. Meg akarunk változni. És nem a világnak tetszeni. Mert Istennel együtt járni jó, Istennel együtt járni öröm, Istennel együtt járni bővölködés, bölcs gondolkodás és jó lehetőség. Kívánjuk a gyümölcsöt, amely megsokasodik. Köszönöm, Uram, hogy te vagy a pásztorunk, hogy nem szűkölködünk, hogy füves legelőkön nyugtatsz és csendes vizekhez terelgetsz. Köszönjük, Úr Jézus, hogy bízhatunk benned. Köszönjük, Atyám, a Fiút, hogy bennünk van. Hogy bennünk van az örök élet. Köszönjük mindazt a mérhetetlen bőséget, gazdagságot, amelyel megajándékoztál minket. Köszönjük a bölcsesség és kielentés szellemét. Dicsértessék a Te neved, Uram! Taníts meg itt mindenkit imádkozni, hogy Jézus tanította a tanítványokat. Igen, Uram! Mi, Atyán, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. A Te országod jöjjön el a szívekbe, az érzelmekbe és az életekbe. Legyen meg a Te akaratod minden napon a földön, Uram, és vezess minket a Te akaratod szerint, és változtass meg. Taníts minket, Uram, taníts minket a Te utadra, és világosíts meg az értelmet. És mi imádunk, és dicsérünk téged a Jézus nevében. A Jézus nevében. Amen. Amen.